Mind műfaj, mind téma választás tekintetében igen sokszínű alkotásokat készítettek a résztvevők az idei zentai filmes táborban. A tábor ideje alatt egy környezetvédelmi témájú filmet készítettünk, ami arról szól, hogy az emberek milyen gyorsan írtják a természetet, és hogy ezzel kell csinálni valamit, hogy oda kell figyelni rá, hogy ne írtsuk ki a természetet. Itt a táborban egy rövid, egy-két perces filmet csináltunk, ilyen társadalomkritikáról, amely erősen kontrasztba állítja az arrogáns gazdag embert és egy hajléktalan szegény ember nélkülözőt. A táborba több vajdasági településről is érkeztek fiatalok, akik a szakmai fejlődés lehetősége mellett a közösségépítés szempontjából is rendkívül fontosnak és hasznosnak tartják a filmes tábort. Az elméleti oktatás mellett ezúttal is kiemelt szerepet kapott a gyakorlati oktatás. Diákok egyedül csinálják, egyedül készítenek filmeket, akár saját ötlete alapján, akár mást, akkor sokkal jobban meg tudják tanulni és megérteni a filmnek a mondani valóját általában, és a filmnek a jelentőségét. A 10. alkalommal megtartott filmes tábor megszervezését és lebonyolítását idén, immár 2. alkalommal a Bolyai Filmműhely korábbi tagjaiból verbuválódott Mayfly Filmklub tagjai vállalták magukra. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a fiatalok, akik már megfertőződtek, vagy szeretnének megfertőződni ezzel a műfajjal, azok megtehessék azt, akár itt Zentán, vagy máshol, ahol járunk, mivel hogy fontosnak tartjuk azt, hogy megtanulják a fiatalok, hogy is kell filmet nézni, illetve hogy is kell úgy használni ezt a műfajt, hogy társadalom építő jellege legyen. A Mayfly Film Klub tagjai jelenleg a Tanya Színház idei előadásának augusztus 9-i élő internetes közvetítésére készülnek. Ezt követően pedig egyéb projektek révén is szeretnék mindinkább kiterjeszteni tevékenységüket, nem csak itthon, hanem Magyarországon is.